Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából, de van egy más üzenetem is, mégpedig képek alapján a mai napon egy képes lapot kaptam. Ezen a képes lapon volt egy park, a közepén egy szökőkút, és a szökőkút körül volt egy lovas férfi uniformban, mint egy kapitány. És a szökőkútból áradt ez a víz, és ebben a vízben volt két hal. Egy fehér hal és egy fekete hal. Én ezt úgy értelmeztem, hogy a park jelenti a környezetünket, amit meg tudunk szépíteni, ami talán erőt ad számunkra. Középen a szökőkút az jelenti az intuíciónkat, a belső hangunkat. És a szökőkút körül ez a lovas férfi, az jelentheti a helyzetünket, hogy mindig, minden nap ugyanaz a mozgás, tehát itt van ez a kör, ahol mi állandóan mozgunk, és mindig visszatérünk arra a pontra, ahol voltunk. Viszont a belső hangunk, ez az intuíció jó, hiszen itt árad a víz, és a vízben van két hal, ami jelenti a nyereményeket, a gazdagságot, a szerencsét. De két hal van. Az egyik fehér, az jelenti a jó gondolatokat, ötleteket, a szép érzelmeket, és a fekete hal az jelentheti bizony a félelmeket, vagy a bizonytalanságokat. Akkor marad ez a mozgás, amit a lovas férfi mutat, mindig ebben a körben maradni. És hogy értelmezed te ezt a képeslapot, leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! És most kinyitom a Bibliát, és megnézzük, hogy mi a mai üzenet. Lesznek bizony kiadások, de azért ne légy szomorú, ez nem veszteség, mert ez a pénz visszatér hozzád. Figyelj mindig a napra oda, és ott legyenek a tervek, amit azon a napon meg is tudsz valósítani. Lesz egy férfi, aki visszatér hozzád, szeretne egy új kezdetet, és ha most indítasz vagy velem, vagy nélkülem egy új irányt, ez gyümölcsözni fog. A családban valaki gondol rád, és visszatér hozzád, keresi veled majd a kapcsolatot.
te le fogsz zárni valamit, és ez egy jó döntés, hiszen lesz egy új irány, vagy egy új kezdet. A jó Isten nem felejtette el a segítséget, segíteni fog az országnak. És ez volt az üzenet a Bibliából, kívánok egy szép napot, és nagyon sok szeretettel, Denderám!